A balatoni csobbanást, a kézműveskedést és a közös játékot sem kell kihagyniuk idén-nyáron a gyerekeknek. Május végén jelentette be a kormány, hogy meg lehet tartani a nyári táborokat. Egy nemrég megjelent határozat szerint azonban az iskolák vagy óvodák csak augusztus 23-áig táboroztathatnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Telexnek ezt azzal indokolta, hogy közvetlenül a tanévkezdés előtt ne betegedjenek meg a gyerekek, és ne vigyék be a vírust az iskolákba. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez a döntés átgondolatlan. Vannak olyan önkormányzatok, amelyeknél ezek a tábori turnusok, például a balatoni táborok esetében nem 23-áig, hanem mondjuk 25-ig vagy 26-áig tartanak, akkor ennek mi értelme van, hogy most ebbe ilyen határozati formába belenyúlnak? Augusztus utolsó hete általában a gólyatáborok időszaka. A határozat főleg ezeket a rendezvényeket érintheti. A szakszervezet szerint az sem derült ki, hogy miért csak a köznevelési intézmények által szervezett táborokat korlátozzák. De hát ez más táborokban is veszélyeztetheti ugyanígy, amit mondjuk például egy tanoda vagy bármilyen szervezet szervez. Tehát ilyen értelemben mi úgy gondoljuk, megint egy ilyen random beavatkozásról van szó. A híradó kérdésére, hogy az önkormányzati vagy egyházi táborok miért tarthatók meg augusztus utolsó hetében, a minisztérium nem válaszolt, de azt írták, nem zárják ki, hogy módosulhatnak a szabályok.